Szevasztok! Hello, hogy vagytok? Reméljük, hogy jól. Egy újabb kihívás videóval készültünk most nektek. Ugye emlékeztek még az előző sorozatunkra? Ott egy 5-6 szappan el kellett volna, hogy ki legyen tisztára mosva a szám, mert olyan reakciókat, indulatokat váltott ki belőlünk a videó. Reméljük, hogy most már sikerül megállni a csúnya beszédet. Van kettő csengőnk, ugye ami múltkor, amit itt kicsapott. Az egyik az egy kicsit magasabb, és egy mélyebb, nagyobb csengőnk a repertoárba. Igen. Úgyhogy ezt a bizonyos csengőt kiveri-e a reakció. Attól függ, hogy milyen lesz a videó. Annak függvényében használjuk a nagyot és a közepes csengőt. Igen. Van még egy pár csengőnk, de most ez a kettő van egyelőre itt a kezünkbe. Igen. Na, lássuk a videót. Nézzük. Nézzük, hogy mi van. Ja, nagyon fontos elmondani itt ebbe a forgatagban már. Nem tudjuk, hogy hol van ez a videó. Valószínű, pontosan. Hogy Bangkokban, ugye ott közlekednek így. Vagy Indiában. Ázsia. Ja, ázsiai országban. Hogy először látjuk mind a ketten ezeket a videókat, úgyhogy, ja. Hát igen, a cipzár elvet azt úgy bőszen használják. De milyen szerencsé, hogy nem mennek legalább neki egymásnak. Igen, igen. Na, következő rész, itt már egyensúlyozunk a felhőkarcoló szélén. Nem tudom, mit csinál ez a hülye barom. Bocsánat. Kezdődik. Na, itt a... Én nem tudom, tehát így itt... Hintázik, mászókázik, ismerjük. Erős. Ismerjük a ez játszóterekből ezt az egészet. Szóval lehet, hogy valahol Kínában vagy Ázsia országban lehet, nagyon kínai feliratok voltak. Uh-huh. Ti kimernétek ide menni? Én biztos, hogy nem. Ide a daru tetejére? Ez... Na. Hát... Ja. Túltottuk, Béláim! Túltottuk! Gyerekek, azért... Nem volt pénz a repülőjegyre. Na ja, azért vannak itt vakmerő emberek. Jesszus, atya úristen, ez nem London. Honnan veszed? Abból a hülye ívből. De na, igazából tök mindegy. Hoppá! Ez milyen jól néz ki. Az jó, ez jó, nem? Ez jó, ez jó. Szép volt a... Szép volt. Ugye hát hol máshol biciklizzen az ember, mint a ház szélén. Hát ne hülyéskedjetek már. Jesszusom. Na, no. Ez jó, ez jó, ezt kipróbálnánk. Alá buknánk, mint a delfinek. Jézus, hallod? Az mi? Mit csinál? Áramoltatja a csíd, gyerekek. De miért pont a tetején? Jesszusom, hallod? Na. Na a hülye. Ezek nem normálisak, hát, hallod? Biztos. Jesszus, atya úristen! Jézusom, nézd meg az meg! Na, úristen, ez korona time volt, hallod maszkba? Jézusom, hallod? De ezek, én nem tudom, ezek barmok, és mi van, hogyha leszapad? Mert eléggé gányul néz ki. Hát, ja. Én nem is bocsika, értem. Bocsika, csak kicsit tátva maradt a szám. Várja a falatot, még nem vacsoráztunk. Fejest ugrik? De nézd meg, hogy... Gyerekek! Félmeztelenül van, és tényleg... De ezek nem normálisak, hallod? Tehát itt biztos, hogy az a bizonyos vezeték összeér nem a tudom, fejbe. Nem tudom, hogy az ilyenek mit akarnak bizonyítani, vagy kinek akarnak bizonyítani. Azta! Úristen, hallod? Szikra. De ez se normális! De ez most véletlenül kerül... De nevér ember! Vagy... Vagy direkt ilyen. Hallod, oda néz, hogy föl van fújva. Júj! Avarom! Ez egy csúnya világ lesz. Én nagyon félek a magasba, de egyszer egy ilyen szabadesést kipróbálnék. Persze, ha tudnám azt, hogy legalább 6 ejtőernyő rám van akasztva. Meg legalább 8 ember megvéd. Úristen! Hülye. Ez meg itt ugrándozik. Azt hiszi, hogy nyúl. Úristen, ezek nem normálisak. Na. Jesszus. Valakinek mit csinál meg ez ilyen a hülye? Munkája van, ugye. Ő dolgozik. Ez szerintem. Dolgozik? Szerintem ő itt dolgozik. Nem, hát ott vitte az uzsonnát maga oda mögött. Oda nézd.
tömegnyomor. Ezt hívják tömegnyomor. Corona time! Emberek! Úristen, ez mi? Hullámmedence. Gyerekek, kihordta a tenger a partjára a műanyag szemetet. Há, buli van, már nem ott vagyunk. Yes! Leszakad az emelet. Hát majdnem. Úristen! Ez azt jelenti, hogy akkor ott is valószínű, hogy így ugrálnak, buli igaz? Volt. Te tudsz monociklivel? Te tudsz menni? Ezt így hívják, nem. Én vagyok bohóc, bocsika. Miért te tudsz? Merci, nem bohóc. Miért te tudsz? Persze. Egyik lábam az egyiken, a másik a másikon. Titanic. Úristen, Titanic. Hallod? Azért én beszarnék, hogyha így a hajóban ülnék. Jesszus, úristen, még a ideg is kiráz. Voltatok már tengeri betegek? Ja, mi voltunk. Te ezt jobban... majd valamikor elmeséljük. Te jobban, mint én. Fogtam a hajadat. Mi van? Jó, ezt majd valamikor elmeséljük, ha kíváncsiak vagytok. Látjátok, hogy ha meg nem, megilletődött. Akkor megtartjuk magunknak ezt az információt. Etetés van, etetés, úristen. Úristen! De mit akar? Etetni ez a barom. De miért így? Hát tegye oda, hagyja ott előtte. De azt akarta, hogy a... Azt akarta, hogy úristen. Felvegyek. Azt akarta, hogy leharapja a kezét. Ez mi? Jézus! Szerinted ő tudta, hogy ide fog lezuhanni? Úristen, kis cica, nézd! Szerinted ő tudta? Majdnem leharapta az ujját! Igen. Ez hülye! Mi? Cicázik. Nagy cicázik. Úristen, oda néz. Ez se normális. Jézus, gyerekek! Hallod? Nem normális. És akkor csodálkozik, hogyha leviszi a kezét. Utána meg eljátsza az mártírok halálát. Na, Maci. Maci lefeküdt a horgász bácsi mellé. Maci bement a susnyásba. Ugye emlékeztek rá, amikor az amerikai túránkon voltunk, ott voltunk egy ilyen camping-szerűségbe, és ott mondtuk, hogy vannak kitéve ilyen dobozok, közben itt ugrándozunk. Itt ez és ehhez hasonló kiírások figyelmeztetnek arra, hogy a Maci államban vagyunk. És ezekből a tárolókból lehet nappal és éjszaka biztonságban berakni az ételt, illetve az italt a macik elől. Pókembereset játszunk, aha. Na mindegy, hogy... Voltak kitéve dobozok a kajának, illetve az embernek, hogy belemásszál. Igen? Igen. És hol találhatják ezt a videót a kedves nézőink? Az STM USA sorozatban. Igen? Az első videó. Itt. Most akkor hol? Itt. Nyugodtan. Oda néz! Ez hülye. Mit csinál? Hát lereszeli a körmét. Jézusom, lereszelte a körmét. Hoppá! Ez se normális. Te szeretsz síelni? Mhm, de nem ilyen extrémen. Na jó van, oké. Okay. Itt meg... Jézusom, ez mi? Ez valami ilyen izé... Ez valami ilyen... Megbuherált kép. Jézusom. Sárkányrepülő. Hát hallod. Valószínű. Igen. Jó, akkor ezzel a sárkányrepülős képpel búcsúzunk tőletek. Reméljük, hogy tetszett ez a kihívás videó is, ez nem volt azért annyira durva, mint mikor múltkor jöttek a nagy sziklák lefele, én megkérdeztem a Mercitől, hogy ez mi, vagy ez honnan jön, és még én voltam a hülye, hogy nem tudtam. Az jó volt, azok a kacsakövek. Arra még mindig emlékszem. Na mindegy, ja. Reméljük, hogy ez a videónk is tetszett. Fogunk még ilyen összeállítást készíteni nektek, úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Jók legyetek! Vigyázzatok magatokra! Ciao! Sziasztok! Ja? És iratkozzatok fel, valamint lájkoljatok. Ezt nem szabad elfelejteni. Pápa! Pá!